אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד Jó reggelt mindenkinek! Rabos írásának a könyvéből olvasunk, mondják a Héber könyvben az oldalszámot. Mi az a két cselekedet, amelyet a zuhanás alatt kell megtenni? Ez a cikknek a címe. Kérdéseket föltenek a Kabbala TV-n keresztül, és megfelelő kérdések vezetéve a lecke során. Tehát első kötet, mi az a két cselekedet, amit a zuhanás során végre kell hajtani? A bölcseink mondják, Rabbi Hanina azt mondja, az ember az ujját sem mozdítja alul, anélkül, ahogy felülről ne lenne erre felhívva. Azaz mondva van, a teremtő hozza létre az ember lépéseit. Az ember, amit mit ért meg az ember ebből, az a saját útjából, ez egy másik kérdés. Meg kell, hogy értsük, hogy mit mondanak a bölcseink a munkával kapcsolatosan, hogy alul valóban a teremtmény egy ujját sem mozdítja meg, anélkül, hogy felül ne történne erre utasítás. Ezért nekünk állandóan emlékeznünk kell a teremtésnek a végső céljára és a teremtés korrekciójára, amely két látszólag egymásnak ellentmondó dolog, mivel a teremtésnek a célja, hogy a teremtmény megkapja az örömeket a teremtőtől és a jót, és az ő vágya az volt, ugye, hogy ő jót tegyen a teremtményeivel. A teremtés korrekciója pedig az teljesen ellentétes ezzel, azaz, hogy jót tegyünk a teremtőnek, azaz, hogy a teremtés célja az, hogy a teremtménynek szolgáljon előnyökkel, a korrekció pedig az, hogy tehát a teremtménynek állandóan azon kell gondolkodnia, hogy mit tud a teremtőért tenni. És ameddig a teremtmény nem éri el ezt a szintet, azaz ő nem képes elérni, hogy önmagának nem kér semmit, hanem kizárólag egyetlen dolog, amiért él, az az, hogy a cselekedetei valóban előnyt adjanak a teremtőnek. Azonban, amikor valaki csak önmagának az előnyeire akar érni, az a teremtmény azonban nem tud megszerezni fényt és örömet, amit a teremtő neki akar adni, egész addig, amit a teremtmény önző. És ez jelenti azt, hogy el kell érni a lismát, amikor a teremtőért dolgozik az ember. Azaz valóban adakoznak a teremtő irányába. Azaz, amikor megvan a vágya a teremtő felé való adakozásra, az úgy tekinthető, mint jutalom. És amikor azt látja az ember, hogy mindaz, amit akar, az csak magára irányul, azaz egyáltalán nem sóvárog a teremtőnek való előnyök megadásáért, ez büntetésnek tekinthető. Kiderül, hogy amikor az ember érzi a zuhanást, azaz, amikor nincs vágya, hogy adakozzon a teremtő irányába, ez a zuhanás, akkor két hullám éri el az ember. Az első, nem érzi, hogy szenvedést, nem érzi a szenvedést ebben a helyzetben, hogy az alacsony rendőrség állapotába jutott, hanem elfogadja a helyzetet és kész. Elkezdi kutatni azt, hogy hol tud mások kielégülést találni olyan dolgokban, amelyek valóban más szempontból szemétnek minősíthetőek, azaz alkalmatlannak a valódi ember számára. Úgy nyilvánvalóan nem tudja a spirituális dolgokból vitalitást szerezni, miután a spirituális íze az hibásnak tűnik az ember számára. Ezért, amikor a fizika dolgokból próbál kielégülést találni, akkor várnia kell újra, amíg el nem jön az, hogy valóban sovárog a spirituális dolgok elérésére, azaz egy felébredés kap felülről, és újra visszaállt a munkába. De közben az embernek valóban abban az állapotban kell lenni, amiben van. Az a zónásban. Kettes, második, amikor azt érezzük, hogy valóban zónásban vagyunk, azaz érezzük a fájdalmat és a hiányt, és az, hogy lezuhantunk egy állapotból, ami úgy éreztünk, hogy jutalom már a számunkra, hogy valóban emberré váltunk, azaz ez egy fenntartó állapotnak tűnt, amiben az összes vitalitást megszereztük, és ez nem, az ember érezte, nem tartozik az állatok közé. És akkor azt gondolt, hogy hamarosan be fog lépni a király palotájába ezen az úton, és el fogja nyerni a Tórának és a parancsolatnak az ízén keresztül ezt a lehetőséget, anélkül, hogy komoly felkészülés kéne ezen túlmenően végezni, és most pedig a
legmélyebb ponton találja magát, és miután az embernek világosan válik, hogy mi az életének a célja, akkor láthatja önmagát, hogy egy ilyen macskák bandájához tartozik a kuka mellett, akik beugranak hamarosan a szemetesbe, és elkezdik turkálni, amit az emberek kidobtak, amit már az emberek nem használtak, az valóban egyébként alkalmatlan lenne az emberi ételnek, és ezt a szemetet kell élveznie, ami az ő maga a lényének megfelelő, mert hogy nyilvánvalóan emberként ezt a szemetet nem ettem volna meg semmilyen körülmények között, most pedig a szemetet kell ennie, amit más kidobált, ezért, amikor a saját alacsonyrendűségét nézi, a fájdalmat és a szenvedést, ami felébred az emberben, ebben az állapotban valóban meg tudja vizsgálni, hogy mi történik. És akkor gyakran az ember egyéb bűnöket is elkövet, azaz nem csak az alacsonyrendűség állapotában van, hanem a csalódottságában az ember azt mondja, hogy én nem tudok hinni a teremtőben, abban, hogy a teremtő meghallja minden szájról az imát, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy mivel én már valóban a legmagasabb szinten is voltam, többször is, azaz többször is lezuhantam ebbe az alacsonyrendű állapotba, ilyen módon azt kell, hogy mondjam, mondja az ember, hogy ez a munka nem az enyém. Mivel annak megfelelően, amit én látok magam körül, ez egy végtelen szenvedés és körforgás, és ebben, és az egész életemben fog folytatódni ez a hullám vasútozás, akkor miért tegyek valamit, aminek semmi értelme nincs, hogy valóban a teremtő, talán egyszer a teremtő végül meghall engem. Hiszen minden egyes ember a múltból próbál megtanulni. Hogy az ember úgy érzi, hogy mintha felírták volna az előző tapasztalatait, és mégis ez a tapasztalatok csak távol ötték volna a munkától, hiszen az ember képtelen fenntartani a magasabb rendű állapotot. Ezért az embernek két dologban kell hinni, az első, hogy csak ezáltal tud a munkában előadni, hogy lezuham. A második, hogy minden zuhanás, ami megtörténik, az a munkában idegen gondolatokat szül benne, azaz nem ez az, amit önmaga tenne hozzá, hanem ezek az idegen gondolatok a teremtőtől jönnek, akik valóban ezt az állapotot ráküldték az emberre, és hogy Bálasz Szulám elmondta, hogy az embernek hinnie kell abban, hogy nincs más erő a világban, és minden a teremtőtől ér. És valóban meg kell, hogy értsük, hogy miért küldi a teremtő ezeket az állapotokat. Ez látszólag ellentmondó azzal, amit elfogadtunk már egyszer, hogy a bölcsek mondják, hogy aki megtisztul, a segítséget kap, és itt pont az ellenkezőjét kell látnia, az embernek, mintha nem kapna segítséget minden nap, hogy előre tudjon haladni, ezért az ember úgy érzi, mintha hátrafele lökni a teremtő, azaz ő azt látja, hogy minden egyes alkalommal egyszerűen elmerül az önszeretetben, azaz minden áldott nap egyre közelebb kéne kerülni a kapni akarás, az adományozni akarásod, és közelebb kéne kerülni, és távol kéne terülni az önszeretettől, mielőtt még elkezdeni az adakozásnak a munkáját. Ez azt is mutatja, hogy az embernek nincs ereje kilépni az önszeretetből, és abból a gondolatból, hogy egyáltalán akarja ezt, és valójában el tudja törölni a kapni akarását önmagáltal, és képes legyen dolgozni mindenféle jutalom nélkül, ami önmagára irányul. És akkor az ember látja, hogy képtelen túllépni akár csak egy millimétert is a megszerzés lehetősége nélkül, valóban nekünk egy állapotban, amiről a bölcsek beszélnek, hogy a bűnösök a szív engedélyét kapják meg, azaz valóban az igazak a saját szívű kontrollját vannak, a szív pedig azt jelenti, hogy vágy, azaz az ember számvezetésben van, és a kapnak arás önmagában teljes egészében kontrollálja őt, és az ember akkor teljes egészében erőtlen, hogy a kapnak arásából kilépjen, és ez a jelentése annak, hogy a bűnös valóban a szívben kap, a szíve fagyik le, és ki az, aki bűnösnek tekinthető, שהוא רואה שהוא משיע את קונו
Pontosan amikor az ember eljut abba az állapotba, hogy látja, hogy elutasítja a saját teremtőjét, az, hogy nem akarja megvizsgálni a Tórát és a parancsolatokat az adakozás érdekében, hanem elmerül az önszeretetbe, ez a bűn, amikor a szíve azt súgja az embernek, hogy tedd, amit mondok, akkor mindenféle gondolkodás nélkül, hiszen még nincs is ideje az embernek gondolkodni, mit cselekszik, ez, amiről a bölcseink, ez, amit a bölcseink úgy hívják, hogy az ember a bolondságba kell, hogy visszazuhanjon, különben nem lenne képes az alacsony állapotban ostobáságokat csinálni, és csak amikor az ember úgy tekint magára, és látja, hogy ez a bolondság az valóban távol löki az életek életétől, és csak ebben az állapotban láthatja az ember azt, amit a bölcsek mondanak, hogy a bűnösök valóban a szívükben kezdik a bűnt, és a saját szívük irányítja őket, azaz a saját vágyuk, és így jutunk el az a ponthoz, hogy megfelelődik a kérdés, miért küldi a teremtő ezt az alacsony rendű állapot az emberre? Azaz, hogy az embernek miért így kell meglátni az igazságot, hogy a kapni akarás az igazából csak az önszeretet tudja növelni. Azaz, ez nem tekintető semmilyen értelmes alternatívának, hanem sokkal inkább minden, ami az embernek örömet adna, az valóban az nem akar a teremtő érteni semmit, és a teremtő ilyen módon segíti az embert abban, hogy valóban felismerje saját valódi állapotát, az az, ami el volt rejtve az ember szívében, és hogy ne, most eddig nem látta ezt betegnek, ezért a teremtő segítsége az feltárja az ember számára a betegségnek a mélységét, azaz, ugye nem kell gondolni, hogy a kapnakarás rossz dolog egyértelműen, viszont látnia kell, hogy a kapnakaráson keresztül látja a saját eredeti természetét, és az ember láthatja, hogy valami, hogy benne valami rossz van, elmegy, ugyanúgy, mint amikor elmegy a kórházba, megcsinálják valami fajta vizsgálatot, mondjuk megröntgenzik, és ez a fajta vizsgálat azt mutatja, hogy van egyfajta betegsége, beteg a veséje, vagy beteg a szíve, és akkor a családok jönnek a kórházba, és valóban mondják az orvosnak, hogy mi elhoztuk ide, hogy valóban meggyógyítsátok, és nem akarják, hogy ez valamifajta kockázat érje el az embert, és ilyen módon az orvosok valóban elkezdik a vizsgálatokat kiterjeszteni, MRI-n és egyéb dolgon keresztül megvizsgálják az embert, és megpróbálják kiszűrni, hogy nincsen nagyon veszélyes betegség. Ugyanezt történik velünk is. A kapnakarás önmagunkban az nem rossz, ez veszélyesnek is tekinthető, tehát ilyen módon elkezdünk kezdeni így dolgozni, és akkor megértjük, hogy mit jelent a teljesség. Azaz, mit jelent a bennünk lévő gonosz, és akkor hirtelen, valóban a megvizsgálása után képesek vagyunk látni, hogy a bennünk lévő gonosz, az valóban mennyire veszélyes a mi számunkra, mert ez akár halált is okozhat egész addig, amíg az egész spiritás életünket megölheti. Ugyanígy a fizikai világban azt kell, hogy lássuk, és így, ugye nyilvánvalóan a betegség az a gonoszt a testben, és ilyen módon kell föltenni a számunkra a gonosznak a veszélyeit önmagunkban, hiszen ez valóban az életünket veszélyezteti, és ilyen módon el tudjuk veszíteni a teljes spirituális életünket, a spirituális halálba taszít bennünket ez, és köszönetet kell mondanunk a teremtőnek, hogy segített bennünket, hogy felfedezhettük ezt a fajta betegséget, amitől szenvedünk, és ezt megelőzően mi azt gondoltuk, hogy valóban nem helyesen akarunk valamit, és akkor ki fog derülni, hogy valóban, ha mi előre akarunk haladni, akkor az igazságot kell elkezdenünk látni, azaz a valódi formáját a bennünk lévő gonosznak. Rav. Mi a jele annak, hogy valóban egy bizonyos fajta betegség tárult föl bennünk, amit gonosznak tekintetünk. Tehát mi a jele, még annyira még egyszer, hogy valóban a saját gonoszságomat fedeztem föl. Ébredtek föl, kezdtek el dolgozni. És valamifajta kölcsönös következtése kéne jutottok. Tehát még egyszer mondja Rava a kérdést annak, hogy valóban a valódi igaz gonosz fogom felfedezni, ami bennem.
Ez a jel az, hogy én a forrást is felfedezem annak, amellett, hogy felfedezem a saját belső gonoszságomat. Így van, hogy a következő lesz. Tehát én felfedezek valamit, ami engem kontrollál, amely mint a kívülről jött volna, de ez valójában a teremtő. Leo New Yorkból, ott ül a teremben. Tehát pontosan, miután én erőfeszítéseket tettem, hogy összekapcsoljak a barátokkal, hogy valóban cselekedet hajtsak végre, akkor valami jó is megérkezik hozzám, és ez a jele. Terence immáron héberül. Föl fogom fedezni, hogy nem eléggé fontos számomra a cél. Amikor én felfedezem, hogy én nem vagyok a működtető, hanem minden, ami bennem történik, az egy reflexió, a saját egomnak a reflexiója, a teremtő nyomására. Az. És ilyen módon a teremtő fénye az, amelyik átható rajtam és cselekedetek kényszerít. Következő, milyen jelenne, akkor én valóban a saját gonoszságomat fedezem föl. Lehet, hogy ez a csoport felét árul föl. De valójában egy irányultságot kell felfedeznem az adakozás felé. Tehát nekem megpróbálok részt venni. Hogy mindent megpróbálják megtenni ezen a módon. Mondjuk a srácát, amikor felfedezem azt, hogy nekem nincs erőm, hogy valóban a barátokra gondolok, a barátok felé haladjak, hogy valóban megpróbálom felemelni akkor a hangulatomat egy picit, és ha egyszer csak azt érzem, hogy mégis csak magamra tudok csak kizárólag gondolni saját bajomra, akkor van baj, akkor vagyok, akkor a saját gondosságom tárul fel. Következő stát. Tehát az, hogy valamilyen fajta munkát akartam végezni a gonosz feltárás érdekében, az el kell kezdenem gondolkodni azon, hogy mik az én érzéseim, az mi. Én el kell, hogy ébredjek, hogy valóban én keresztül megyek valamin, ami a saját önvizsgálatomra irányult, aztán észreveszem, hogy a barátaimat analizálom, ez már a gonoszságnak a megjelenése. Megint a színész srác, aki a Zohar cím film főszereplő. Tehát valóban amikor azt érzem, hogy olyan egy darab vas, hogy nem tudok tenni semmit, süllyedek a víz aljára. Lior. Tehát valóban elkezdem érezni, hogy bármit, amit teszek, valóban az visszazóan rám, tehát én így akarok dolgozni, önmagam felől el akarok kezdeni a közösséget dolgozni, de az ujjamat nem tudom felemelni, Rav. Oké, térjünk vissza a cikkhez, de amit én látok, mondja Rav, hogy nagyon sok csoport, tehát nagyon sok csoport nem kapcsolódik ez a vizsgálathoz. A jeruzsálemi csoport például, én nem látom, hogy a kérdésről beszéltek volna, a jekatyerinburgiak szintén nem workshopoltak, és így tovább. Meg kell, hogy értsétek, magyarabb, hogy ezek a fajta önvizsgálatok, ezek valójában rendkívül fontosak, és olyan cselekedetek, amelyek valóban a reformálók fényt vonnák magukra, egy olyan mértékben, amilyen mértékben valóban együtt tudjuk ezt megvizsgálni, és el kell jutnunk egy bizonyos fajta konklúzióhoz. Olvassak tovább. Folytassuk az olvasást. Ezt pedig el kell, hogy magyarázzuk, hogy mit jelent az a munkában, hogy az ember az ujjásom tudja lent megmozdítani, anélkül, hogy felülről megkapná erre valamilyen utasítás. Az új megmozdítás azt jelenti, hogy az ember a saját értelmében van. Azaz, hogy írva van mindenkinek, megmutatják a saját ujján megmozdítása a képtelenségét, azaz, valóban feltárhatja az ember azt az erőt, amely felülről az ujját mozgatja. Ez azt jelenti, hogy az ember azt érzi, hogy neki van valamilyen hiánya, hogy kicsi a fontossága valaminek, tehát a teremtő által van mozgatva, tehát az ember nem fontos a teremtés szempontjából, és nem érzi pontosan a felébresztés, ezért minden felülről kap meg. És felülről, a felsővel kapcsolatban két magyarázat jelenik meg egy. Ezt felülről való elrendezésre nevezük, azaz, hogy el kell jutnia
a személyes gondviselés terheit kell hordoznia, azaz nem mondhatjuk azt, hogy valóban, mivel az ember távolította magát a mozgáshoz, a mozgástól, ezért nem figyelt a testére, miután törvények mozgatják az embereket, amik meg kell tartania, különben magának a testével kapcsolatosan károkat okozna. Tehát távol kell tartani magát a gondoskodás ettől, hogy valamilyen kárt okozzon a saját testének, de nyilvánvalóan az emberre nem képes. Ezért felülről egyfajta hiányt kap a testén keresztül, amelyet úgy is nevezünk, hogy mozgás, és akkor az embernek... Ezt egy törődéssel kapni a fölülről, és semmi nem fogod segíteni az emberen más, mert ez az, ami az emberre felülről mért ítéletként jelik meg, ahogy ezt Rasi elmagyarázza, aki ezt ítéletnek is tartja, azaz egy ítélet felülről, ami nem az ember hibája, de az emberek nyilván fel kell tenni a kérdés, hogy miért felül kaptam az ítéletet, az orrásba kerülök. Felülről az azt jelenti, hogy egy magas fontosságot kap felülről ez a dolog, hogy az ember egy hiányt kapjon a munkájához, az, hogy valóban az értelemben, ha dolgozik, az azt jelenti, hogy valóban az újnak a megmozdulását jelenti alul, azaz ő azt látja, hogy egy olyan állapotban van, amit alacsony rendőrségnek tekintünk, azaz ő azt látja, hogy valóban le van mesztelenítve, és az igazság útján képtelen így minimális haladni, és ez elvezeti az a kérdéshez, hogy valóban látja a saját alacsony rendőrségét, hogy ez valóban kívülről lett ráeresztve, hogy valóban azért, mert korlátos a parancsotokat rosszul vizsgálta meg, vagy éppen ellenkezőleg az ember valóban önkéntesen kezd el még jobban dolgozni, hogy feltárasz az erőt, amelyik felülről hozta rá ezeket az állapotokat. Természetesen azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek mind azért jönnek az emberre, ezek az zónó állapotok, azért, hogy eszre energiát tegyen a munkába. És a szabálynak megfelelően egy parancsot jelik meg, amely valóban egy igazi parancsot, és akkor látnék az embernek azt, hogy ő felülről kapja meg ezeket a beavatkozásokat. A válasz pedig az, hogy valóban felülről hozták rá ezeket, felülről ítélték meg, hogy így kell ennek megtörténnie, és ilyen módon egy magas fontosságot kell tulajdonítani mindennek. Ezért a valódi állapotát tárták fel a gonosznak, azaz, hogy látja az ellátsa, nem baj, hogy miért kell imádkoznia. Azért, mert van egy bizonyos fajta különbség a között, amit a fizikai világban látunk, amikor az ember kér önmagának valamit, mondjuk pénzt akar kölcsönkérni, vagy valóban valami fajta előnyt szeretne kicsikarni magának, mondjuk, hogy ne küldjék börtönbe, tehát amikor az ember kérelmet intéz, hogy valaki megmentette, mentse meg a haláltól, ez egy hatalmas különbség a valódi spirituális kérés és ezeket a kérések között. A spiritásban meg kell értsük, hogy ezeket az edényben zajlanak le, mert a spiritásban a szó szerinti ima az, amit valóban edénynek tekintünk, és a szabálynak megfelelően, hogy nincs edény fény nélkül, valóban egy hatalmas különbség van, ahhoz, hogy az elemtő a teremtőhöz fordul segítségért, valóban a teljességet szeretné megszerezni, azaz az ember tartja a torát és a parancsolatokat, és akár még adományozik is különböző szerencsétlen embereknek, de meg kell, hogy értse az ember minden mellett, hogy annak megfelel, amit hall, hogy ez még nagyobb gonoszságot ébreszt az emberben, hogyha a torát és a parancsolatokat fizikailag hagyja végre, és bár az ember abban hisz, ami írva van, hogy nincs igaz ember a világban, aki nem hajtott volna vala a bűnt, és ezért kéri a teremtőt, hogy segítsen neki. És ki fog derülni, hogy valóban valami nagyon más dologra van szüksége. Tehát ha például más kér egy kölcsön valakinek, akkor a hétköznapi esetekben valóban a másik embernek is el kell adósodnia, azaz, a törvényeknek megfelelően bizonyos dolgokra nem is figyelünk, mert hogyha valaki elutasítja, hogy visszaadja a pénzt, akkor nyilván az ember kezesét is nehézségbe taszítja. Azonban, hogy
az egyetlen ember, aki valóban meg tudja menteni a haláltól, az az ember kezese lenne, akkor egész másképp kezdene az ember ezt, és akkor az ember nem merné visszautasítani azt, hogy visszautasítsa az előnyöket, amiket a másiktól kapott, azaz, hogy ezért az ember csak is a király maga tudja megmenteni az embert, a világ királya, ezért az embernek mindenképpen el kell jutni a királyig. És lehetőséget meg kell tudni ragadni, hogy a király partnerévé váljunk. Hasonlóan van ez a spültetásban is. Azaz nekünk egy valódi edényre van szükségünk, egy valódi igényre a teremtőre, hogy ezt ki tudja tölteni. Ezért, amikor felülről megtudják a valódi állapot az embernek, ez azt jelenti, hogy levetkőztetik a vágyait, és az ember rájuk tekintett, a pőre vágyaira, és ilyen módon lehetővé válik aznak a helynek a megtalálása, ami az embernek az edénye, csak az ember fel fogja ismerni, és biztos életre van szüksége, amelyet teljes hitnek nevezünk, és akkor látja, hogy nincs megragadás a spiritualitásnak, az az ember nem tudja azt mondani, hogy tesz valamit a teremtőért, hanem sokkal inkább mindent önmagáért próbál megtenni. Azaz a teljes struktúra a szentségre irányul, és ez lerombolódik az emberben, és bármilyen, amit tesz, az valóban csak szájszervi, szájkaratet. Ezt nevezzük úgy, hogy imma, amikor az ember pontosan tudja, hogy csak a teremtő maga tud segíteni, és az egyetlen, akitől egyáltalán segítséget remélhet, hogy ez egyetlen kivonulása kapcsán van írva, hogy a teremtő maga vezette ki a népet. Egy tombol, ahogy írva van, hogy én az Úr, a te Istened, én megragadlak téged, és kivezetlek Egyiptomból. Ez olyan, mint amikor halálra van valaki ítélve, és kizárólag a király tud megkegyelmezni neki. És ki fog derülni, hogy az embernek éreznie kell, hogy ő bűnös, és éreznie kell, hogy ez valóban a halálra ítélt, a halálos ítéletnek számít, ami csak a teremtőt segíteni, és az ember a teremtőt kéri, hogy adja meg neki, adja vissza az életét, akkor ez egy ajándék. Ez tekintető úgy, hogy valóban az embernek megvan az edénye, hogy ez kitöltésre alkalmasra is vált, mert az ember nyilvánvalóan nem kér semmi mást, nem szabad, hogy luxus dolgot kérjen, hanem egész egyszerűen a spirituális életet kell kérni az Istentől, és ki fog derülni, hogy egyfelől az embernek azt kell mondani, hogyha én nem teszem meg magam, hogy kiteszi meg értem, azaz az embernek önmagának kell választani, a szabad választást gyakorolni, és minden, amit meg tud tenni, azt meg kell tennie, és amire azt gondolja, hogy segít neki, hogy kilépjen az önszeretetből, azt tegye meg. Másfelől az embernek látnia kell, hogy minden felülről érkezik. Ahogy mondani szoktuk, az ember az ujját nem mozdítaná meg alul, anélkül, hogy ne látná, hogy ezt felülről utasították. És az ember egyszer eljut oda, hogy valóban felismeri az önmagában lévő gonoszt, azaz az élet ugye megmenteni, csak a király tudja megmenteni az életét, akkor nyilvánvalóan mindent a teremtő érdekében kezd el végezni, azért, hogy képes legyen utána kérni a teremtőtől imádkozni a saját segítségén felül, azaz az embernek valóban egyesülnie kell az összes hiányában, és utána a kitöltésben is, amit a teremtőtől kell kérnie. Az, amikor az ember elkezd az adakozásnak a munkáját, akkor nyilván önátadással kell ezt tennie, hogy azért, hogy az igazságot tapasztalhatja meg, és akkor tudnia kell, hogy a hiányt is a teremtőtől kell, hogy megkapja mindenhez. Az az embernek éreznie kell, hogy egyetlen egy dolgot akar, hogy eljusson az adakozáshoz a teremtő segítségével, és akkor fel fogja ismerni, hogy milyen messze van a Dvekuttól, az összetapadástól a teremtővel, és avval, amit életnek nevezünk, ahogy írva van, hogy neked a Uradon Istenedben kell csüngened minden áldott pillanatban. És akkor, amikor az ember ezen az alapon imádkozik, ez úgy tekinthető, hogy az élet hiányának az irányul az ima, azaz olyan dolog nélkül, ami nélkül nem tud élni az ember, és egyszerűen életet kell kérni a teremtőtől, amit úgy hívunk, hogy teljes hit, hogy a teremtővedet itt teljessé válik. Amikor az ember, mikor kezd el egyetérteni azzal, hogy mindent elenged magában, és valóban megelégszik azzal, amit, amilyen van.
És akkor ilyen módon gyakorlatilag, mintha feladná az életét, nem? Befejezné. Beszéljétek ezt meg. Kérjétek segítséget, hogy felülről kapjatok választ. Tehát mikor van az, hogy az ember egyetért azzal, még egyszer meg is tartom a kérdést, hogy feladja az előző útját, életét, és egyszerűen elenged mindent, mint a halálba helyezné magát. Rajta. Szerintem Leo válaszolt, tehát amikor az ember való... Igen. Tehát az ember... mintha egy halált kapna felülről, halálos dolgot, és ez egyfajta hatalmas belső csalódottság, amikor az ember próbálkozik, és megtartja az összes utasítást, amit kapott, és akkor tényleg mesztelenül áll szemben ezzel az egész dologgal. Ez egyfajta állapot. Az utolsó mondatot nem értettem, ne haragudjatok. Terenc. Ez egy nehéz kérdés. Minden attól függ, közben Leo már fordított is neki, ki segített, hiszen héberről beszél. Tehát ez nem az ember vágyától függ, hanem a felülről kapja ezeket az erőket. Ez a kicsinység állapotának az érzése, a semmiség érzése, amikor az ember valóban szinte ásványi állapotban van. Amikor mi készen állunk arra, hogy valóban elfogadjuk azt, hogy amink van, az elegendő az, ahhoz, és büdös életben be tudjuk lépni. Abban a pillanatban, amikor mindennel megpróbálkozunk, és a dolgok mégis egyre rosszabbá válnak, és ez csak távol, eltávolít bennünket egymástól, hogy valóban nem érezzük a vágyunkat, és annak a kibontakozását. Megpróbálunk mindent, mindent fel is adunk, és aztán újra próbálkozunk, és az egész addig fog menni, amíg meg nem értjük, hogy mi nem tudunk elérni magunk által semmit. A felkövetkező srác, amikor megkapja az ember a felébresztést felülről, és rá fog jönni, hogy csak a környezet tudja bizonyos mértékig fenntartani a felébresztést, akkor az ember arra is rájön, hogy ezen az úton, ezen a módon is vágya már az előadást, akkor mit tud tenni? Amit befejezni az életét, és azt mondani, hogy én a magam eszközében kifogytam, a magam eszközében meghaltam. Következők. Tehát amikor az ember úgy tekint önmagára, hogy a közösségbe akar csak tevékenykedni, odaadja magát teljes egészében, belefoglalhatja magát abban, hogy valóban állandóan hozadja a munkát, és fokozatosan azt gondolja, hogy ezáltal leválik a közösségről, akkor nyilván a teste itt van fizikailag, de mégis azt kell, hogy lássuk. Rav megszakította őket, és mikor történik meg az, hogy az ember kitör egy hatalmas imával ebből a feltételből, tehát mikor és hogyan jelenik meg ennek a feltételek mentén az ima, amikor az ember felfedezi azt is, hogy valóban még csak szomorú sem tud lenni, hanem valójában egyszerűen egyet is ért, hogy ezen a módon befejezi az életét. Hogyan fog ennek eredményképpen mégis a kimához jutni? Davka imumamsich pontosan azáltal, hogy az ember folytatja a barátjaival az emelkedést, az ember olyan válik egyébként, mint egy idióta, folytatja a munkát, mondja a közösre.
egyszerűen... És ez az ima így megszületik az emberben egyszer csak. Lió, tehát miután elfogy a hajtóanyag, mégiscsak el kell jutni a kapcsolatnak egy olyan pontjához, hogy valóban a teljes hiány, ami feltárul, az valóban irányul valamerre, mert különben az ember rossz helyre fog kitöltéseket akarni. Ezért az embernek ezt a két dolgot egyszerre kell megértenie. Tehát, hogy a saját erejében elfogyott, a másik pedig az, hogy el kell kerülni, hogy visszazuhanjon a megszerzésbe. Maradom rá képtelen. Ez valóban hiányzik az emberből, nem tudom, mondja Terence. Saj, átadták a mikrofon. Amikor megszületik a feltétel, az ember ezen kezdődik felfedezi, hogy sem ehhez, sem ahhoz nincs már ereje, nem tudja megtenni. Amikor egyszerűen egyetért az életének a befejezésével ezen a módon, akkor valóban kitör az emberből az ima. Pontosan ez az, ami a semmiséget jelenti, hogy semmi nem maradt más, amit az ember megtehet. Tehát, mintha az embertől már nem is olyan semmi, hanem kizárólag a test, a csoport az, ami a helyes környezetet jelentett az ember számára, mert elveszett az Isten, még azt sem tudja maga az ember, hogy hogyan. És akkor megjelenik egy kombináció, ahol az ember valóban a saját cselekedeteivel is el kell jusson oda, hogy kijelentesse azt, hogy én akarom. Ez egy olyan helyzet, ahol előfeszítéseket kell tenni, és az ember állandóan elbukik ezekben az előfeszítésekben, tehát az ember meg kell érteni a saját hülyeséget, hogy egyáltalán mire valók ezek az előfeszítések, amelyekben úgy megbukik állandóan. És akkor el kell jutni, hogy nincs más rajta kívül, tehát hogy valaki meghatározza a számára ezt a nincs más rajta kívül, és akkor van kihez imádkoznia. Mert különben egy teljesen értelmetlen ima alakul ki. Azaz az embernek nem szabad várnia semmit, elvárnia semmit, hanem tudnia kell, hogy nincs ereje, hogy folytassa ezt a munkát, és az imájának egyszerűen arra kell irányulnia, hogy folytatni tudja a munkát, és ne várjon el semmit. Látnia kell, hogy az a feltétel, amely valóban a többség számára megvan adva, ahogy ezek a munkába kerülnek. Ez egy újfajta érzést az embernek, hogy azt érzi, hogy nem tudja így folytatni, mert ő nem, mintha nem kapta volna ugyanazokat az erőket. Honnan tudhatja, hogy a csalódottságon túlmenően erőt kell szereznie? Tehát egyfelől, másfelől pedig nem meneküljön el a munkától. Én azt gondolom, hogy ez kizárólag akkor történt meg, amikor az ember a környezethez tartozik, amely valóban irányítja őt, akár attól is, hogy elrohanjon a valódi imától, mert különben az ember segítség nélkül marad. Rav. Mi a legelőnyösebb dolog, amit tehet az ember, vagy a legerőteljesebb cselekedet, amely kivezet engem a depresszióból, vagy a zuhanásból, a csalódottságból, a semmiség érzéséből, hogy én erre sem vagyok képes, meg arra se, vagy valóban én valójában ez egy jó állapotnak minősül. Tehát mi az, ami... De mi a legjobb cselekedet erre? Gyorsan. A legjobb cselekedet erre valóban az, hogy a csoporthoz fordulok, a tízes kérkörhöz, és segítséget kérek. Mivel különben én segítség nélkül maradok, tehát nekem valóban a tízes körben kell erőt szereznem, mert önnélkül halott vagyok. Így van, tehát a következő státszal, amikor az ember képes lenullázni önmagát, a saját értelmét a barátok irányába, minden egyes pillanatban lenulláz a saját értelmét, csak azonnal kap valamit felülről. A teljes munkánk az, hogy helyesen változik a környezet az pedig azt jelenti, hogy a más a csoportnak a nézőpontját szerezze meg. Barátaim, miért nem egymásra figyeltek, Toronto? Tehát miért nem egymásra figyeltek? Folytassuk. Hát figyelj őket, hogy versapolnak-e. Hát igen. Hát ez egy nagyon súlyos probléma a csoportokban, sajnos nálunk is.
Peranza, te jól lédöber beanglit. Czerfati, te nincs semmi, hogy beanglit. Peres, beszélj nyugodtan franciául vagy angolul. Tehát jobban kifejezed magad. Raf pontosan tudta, hogy ha nem mondja neki, hogy beszélhet angolul, nem fog. Tehát meg kell próbálnunk a tízes körér sírni. Mit tudunk tenni? Tehát föl kell tárolni mindenek, ami bennem le van zárva, mondja Sáj. Valóban a barátaim kezébe kell belengedni, zuhanni magam, ez nehéz, mondja Sáj. Azonban valóban ezen keresztül tudom magam kimenteni ebből a helyzetből. Két lehetséges cselekedet jut eszembe, mondja a srác. Ezek a fizikai kapcsolat megérintésre szolgálnak a környezettel, de abban a pillanatban, amikor az ember valóban sikeres, és nincs más rajta kívül szint eléri az embert, és valóban ez egyensúlyba teszi az embert, valóban arra. Mód mi